90 szabad férőhely várja a lendő középiskolásokat a gépészeti és a mezőgazdasági szakokon. A 3 éves képzések iránt nagy az érdeklődés. Ezt mutatja az is, hogy az osztályok maximális létszámmal kezdték a 2022-23-as tanévet, nyilatkozta Sterbik Ildikó, a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskolaközpont igazgatónője. 4 éves szakon a gépésztechnikus számítógépes szerkesztői szakra, illetve mezőgazdasági technikus szakra, illetve 3 éves szakra gépjárműszerelőket várunk, illetve víz, fűtés és klimatizáló berendezés szerelőket. A 3 éves szaknál azt kellene, hogy kiemeljem, hogy ez a két szak magyar nyelven egyedül nálunk nyílik Szerbiában, tehát igen nagy az érdeklődés iránta. A 3 éves szakokon a gyakorlatokat hetente 3-szor a tangazdaságban tartják meg, a többi napon pedig az elméleti oktatás folyik. Ez a 4 év megadta a megfelelő alapokat arra, hogy tovább tanulhassak, és biztos legyek a tudásomba, illetve abba, hogy jó irányba haladok. Megfelelő alapokat ad a jövőre, illetve mindig lépést tudunk tartani a változásokkal, napra készek vagyunk, a tanárok is megadnak mindent ehhez, és megvan a lehetőségünk arra, hogy több felé nyissunk az életben. Mivel Újvidéken szeretnék tovább tanulni az egyetemen, ez a 4 év tökéletes alapot adott arra, hogy ezt megvalósítsam. A Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ igazgatónője elmondta, az intézmény 1,5 millió dinár támogatást nyert kapcsolható eszközök beszerzésére, valamint 4,3 millió dinárt nyílászárók cseréjére.